Mikor megszületett a zselyke, és oda tették a panének a mellkasára, hát az... Hát igen, az egy nagy bomba volt, egy energiabomba. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk Panninál és Szabolcsnál, ugye az elmúlt alkalommal kiderült, hogy fogadásból ismerkedtek meg tulajdonképpen, és aztán lettek szülei már nem fogadásból, a negyedik babánál tartunk most. Arról beszéltünk a múltkor az anyag végén, vagy a beszélgetés végén veletek, hogy az első az gyakorlatilag 2,5 évvel azután érkezett, hogy megismerkedtetek nagyjából, ugye Zsajka volt az első, te mondtad, hogy nem zárkóztál el attól, hogy családot alapítsatok, és jöjjön a gyerek, de nem is gyúrtál rá annyira, te pedig nagy családból jössz, te is egyébként, de nagy családból jöttél, így aztán számodra egyértelmű volt, hogy lesz, és hogy sok gyereked lesz. Igen. És akkor így az első, az úgy összejött, az esküvő még várat magára, már mint a nagy esküvő, ahol buli is van. Így már hogy negyedik van a pocakban. Vannak olyan anyukák, akik az első babájukat megszülik, és azt mondják, hogy soha többet. Na nálatok ez hogy volt? Hogy volt a maga a várandóság ideje? Segítette valaki, nagymama? Te hogyan tudtál segíteni? Apás szülés volt vagy nem? Ennek nézzünk utána, hogy határozza el egy anyuka, hogy aztán jöhet a második, a harmadik és a negyedik év. Hát az első lányunk után ez így 2 hétbe telt körülbelül, míg sikerült feldolgozni az eseményeket. Féltél a szüléstől egyébként? Egy picit tartottam, de nem a szüléstől, hanem az ismeretlentől. Uh-huh. Igen, szerintem mindannyian így vagyunk ezzel. Igen, hogy mi lesz, hogy lesz, milyen lesz a forgatókönyv. Úgy volt, pápán született? Igen, mindenki pápán született nálunk. Hát én ettől a részétől tartottam egy kicsit. Kaptam információkat, olyat is, amit inkább bár ne kaptam bár volna. Bár ne kaptuk igen. volna. Én emlékszem rá, hogy 9. hónap vége felé tartottam már, tehát közvetlenül a szülés előtt, amikor a piacon összefutottam egy régi ismerősömmel, rám nézett, azt mondja, szülsz, mondom, igen, most már hamarosan tudod, ilyen jó kedve lesz, mondja, hát nem irigyellek, ő mondom, köszi. Tehát ilyet nem mondogassunk egymásnak. Igen. Tehát, hogy nem lehet. A te feladatod az, hogy a másikat felvilágosítsd arról, hogy szerinted egyébként ez fáj vagy nem fáj, vagy hogy milyen élményed volt. Tehát nem, ez szerintem ez nem jó energia. Tehát, nem, hogy én nem azt mondom, hogy hazudjunk, hanem hogy minek ezt megosztani. Egyébként is lehet, hogy minden őneki teljesen más lesz, hiszen minden szülés más. Úgyhogy, és mindenki más, hogy viszonyul a dologhoz. Úgyhogy ne mondjunk ilyeneket. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing. Apás szülésről volt szó? Nem is volt kérdés. Nem féltél attól, hogy összeesel majd? Nem. Ettől nem féltem. Az első pillanattól kezdve, hogy Lanna kérdezte, hogy bemennék-e. Félve kérdezted? Nem igen, az, hogy bemennék-e, hanem hogy bemegyek. Igen, hogy nem volt kérdés. Semmi olyan gondolatom nem volt, hogy én nem akarok bent lenni. De igen, én ott akarok lenni. Meg akarod élni? Minden gyereknél egyik, hál' Istennek, ott voltam. Uh-huh. Remélem most is beengednek. Úgyhogy én most is úgy készülök, hogy én ott akarok lenni a születésnél. És nektek nem volt olyan, ezt is sokszor mondják, és ez is egy tévhit, hogy anyukák egymást a játszótéren arról próbálják meggyőzni, hogy minek engedi be a férjét a szülésre, mert hogy utána nem nőként tekint majd rá. Neked ez így eszembe jutott? Semmilyen. Aki így az első szülés előtt van, és apuka, és most gondolkodik. Meséld el, hogy egyáltalán, tehát hogy mi az, amiért szükség volt rád ott, és azt gondoltad, hogy ez kellett? Hát a zselykénél elég hosszú volt a hajódásod.
nála volt. Igen, a nála volt egy, hát én akkor Győrben dolgoztam, 8 óra környékén kaptam az SMS-t a Pannitól, hogy na most kezdődik, indulhatsz. És lezárva mondta... Ez este 8 óra? Reggel 8. Reggel 8 óra. A zsenekét indították. Én Győrből Pápára 1 óra 10 perc. 20, valahogy nagyjából így értem be, úgyhogy még megálltam itthon Takácsin átöltözni. És mint egy évvel később kiderült, még a villanyóra leolvasót is beengedtem. Amiért nem állja meg nekik szeged? Apa test, apa hormonokkal. És hát nekem ez egy akkora élmény volt, hogy ez egyszerűen leírhatatlan, hogy egy új élet születésénél jelen lehetek. Én utána is ugyanúgy gondoltam a Pannira, meg ugyanúgy néztem rá, mint a születi bálon. Igen. Amikor először összetalálkoztunk, úgy beszélgetős téren, és én onnantól kezdve nem tudok rá máshogy tekinteni. Igen. Ő a te feleséged, a így te van. Szerelmed. Így és van. A gyerekeid anyja. Így van. De az semmit nem változtat egy semmit nem változtatott nekem. Aha. Semmit nem változtatott, hogy mind a három gyerek születésén évvel voltam. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so you make me strong. Természetesen mit tegyük el azokat, akik nem mennek be, tehát szó sincs erről, tehát mindenki úgy tegyen, ahogy ő gondolja. Persze. Most egyszerűen arról beszélgetünk, hogy egy apuka, aki első alkalommal is már elhatározta, hogy szeretne bemenni, anyuka se volt a dolog ellenére, ugye? Sőt. Nem, sőt. Mert kellett is, mert reggel 8-tól és 7... Este 10-kor lett meg 10-kor, a zsejke. 10 órakor született meg a zsejke, úgyhogy hát elég hosszú időt kellett ott átvészelni. Mit adott neked biztonságot? Tehát mi volt ami leginkább kellett neked akkor ott apából? Illetve hát nem apából, hanem ugye a társadból. Leginkább az, hogy ne legyek egyedül. Hogy ott van valaki mellettem, aki fogja a kezem, még ha nem is feltétlen érzi át teljesen, hogy most akkor mi is történik, meg én, hogy érzem ezt. De viszont az, hogy ő ott volt mellettem, és végig fogta a kezemet, az nekem, nem tudom, biztonságot adott, egy stabilitás, hogy van ott valaki. Kicsit megszakításokkal. Igen. Igen, mert de kiküldték vacsorázni valamikor, nem is tudom, 7-8 óra körül. Nem tudom, már valamikor este már tényleg fehér voltam minden. Igen. Nehogy apuká rájújjon itt. Igen, kiküldték, hogy akkor legyen így van. Inni a csapból, persze volt ott egy csap, abból most én jó ízűen kortyolgatok, még ő neki nem szabad inni. Azért az járt a fejembe, hogy akkor visszafogom magam, én is kortyolgatok. Uh-huh. Nem iszok a csapból, de aztán hál' Istennek volt egy nagyon-nagyon rendes szülésznőnk, aki hát valamikor ilyen 6-7 óra magasságával rám szólt, hogy akkor van aprója? Hát mondom, biztos, nem tudom, nem néztem a zsebeimet. Na, van kint a folyosó végén egy kávéautomata, orra most szépen fogja magát, kiballag, iszik egy kávét, szív egy kis friss levegőt, megmozgatja magát, aztán egy negyed óra múlva várjuk vissza szeretettel. És amíg én kint voltam, addig az a drága szülésznő ott ült a Panni ágya mellett és fogta a kezét. Igen. Tehát volt helyetteset. Igen. Igen, hát ez nagyon nem mindegy. Nagyon nagy segítség volt. És a kitolási szak is, te tudtál akkor segíteni? Úgy érezted, amikor már ugye a vége van, amikor jön a baba, hát és amikor most egymásra találtak, mint család, hogy ezek, tehát amikor először megláttad mondjuk azt a fejkét. Azt nem tudom, hogy én mennyire tudtam abban segíteni, hogy... Te tartottad a fejem, arra emlékszem. Igen? Igen. Én ennyire emlékszem ebből a részből. Már most, hogy mondod, lehet van bent valami, nem tudom már, nekem ez így most már kiesett, hogy én ott, tudom, hogy ott voltam a szülőágy mellett, a fogtam a kezét, de ezek szerint a fejét is tartottam, de hát az, mikor megszületett a zselyke, és oda tették a Panninak a mellkasára, hát az... Hát igen, az egy nagy bomba volt, egy energiabomba.
diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Itt, most itt, vége.